atya gondoskodik az Ernőjék beteg anyjáról. A testvérek nem beszélnek, mert egyik se akar magáról. Az anyjukhoz inkább az egyik jár, a másik a szomszédba. Kopog és ha nincsenek otthon, borítékot dob be néha. A házban lakó kis emberek, ott rendes emberek laknak. Az Ernőnek visszaköszönnek, a bátyjának kezet is adnak. Egyik fiúban sincs érdek az anyjuk, ha meghal a lakás. Nem kell nekik, majd beszélnek akkor egymással, hogy a ház. Melyik lakója venné meg és ők melyiknek adnák ingyen? Mindenkit ismertek gyerekként, mert senki se költözött el innen. Amióta ők felnőttek és egyedül ők mentek el. Szóval a gyerekkoruk, így mondják, ennyit megérdemel. Most a meszelt falat nézik, a kanapé fölött a foltot. Állnak az üres lakásban, mert senki más nem volt ott. Az Ernő bátyja gondoskodott az Ernőjék beteg anyjáról. A testvérek nem beszéltek, mert egyik se akart magáról. Így döntik a hátukat a gyerekkor meszelt falának. A szakókat meg leporolják, amikor onnan felállnak. Amikor onnan felállnak. Így döntik a hátukat a gyerekkor meszelt falának. A szakókat meg leporolják, amikor onnan felállnak. Amikor onnan felállnak. Amikor onnan felállnak.